Karácsonyi dalokkal is készültek a gyerekek a pénteki fadíszítésre. Ők az Eszterlánc északi óvoda Sóstóhegyi Nyitnikék tagintézményéből érkeztek. Mi az Eszterlánc északi óvodából érkeztünk, ezúttal harmadik alkalommal vagyunk itt, amikor az önkormányzat jóvoltából díszíthetjük ezeket a kis fenyőfákat. Minden óvodánkból nagyjából 10 gyermeket hoztunk, ez mivel 5 fát kaptunk, így 5 tagintézmény jelent itt meg. Hálásan köszönjük Nyíregyháza város önkormányzatának ezt a nagy lelkű felajánlást. Ilyen gyönyörű, sajátkezűleg készített díszekkel öltöztetik fel a fákat a kicsik. A nyíregyházi önkormányzat évek óta szervez ilyen eseményt a város ovisainak. Egy régi szokás itt Nyíregyházán, amit a Covid sajnos megtört, és ez így a 6. alkalom, amikor fenyőket díszítünk. És most újraindítottuk ezt a lehetőséget, és nagyon szépen köszönöm a 20 óvodának, hogy eljöttek, hozták a gyerekeket, és tényleg egy kis karácsonyt varázsolnak ide Nyíregyháza főterére, és nagyon örülök annak, hogy ezt meg lehetett most még ilyen környezetben tennünk. Ugye az önkormányzatnál nem csak ez szokott lenni szokásban, hogy a gyerekek jönnek, feldíszítik a fákat, és majd később az óvodák meg is kapják ezeket a fenyőket, hanem szoktak az önkormányzattól, az önkormányzati Mikulástól szaloncukrot is kapni. Ezt pedig hétfőn kezdjük el kiszállítani a központi északi óvodába, és onnan minden óvoda, minden nyíregyházi óvoda meg fogja ezt kapni. A belvárosi karácsonyi sétány dézsás fenyőit a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület ajánlotta fel a városnak. Az ünnepi fényeket most vasárnap 16 óra 30 perckor kapcsolják fel, az első gyertya meggyújtása után pedig kezdetét veszi az adventi ünnepvárás a megyeszékhely főterén.